A kutatódiákok számos érdekes témával foglalkoztak, mint például a fiatalok vallásossága, milyen hatással van az életünkre a szemünk színe, illetve helytörténeti jellegű előadásokat is hallhattak azok a diáktársaik, akik ellátogattak az előadásra. A Kishegyesi Vince Lenke és Illich Helena másodikos gimnazisták a fiatalok vallásosságáról készült tanulmányukat adták elő, amellyel a Tudok döntőjébe kerültek. Mi sokat beszélgettünk erről, tényleg utána is néztünk, és azutána így kinőtte magát egy ilyen munkává, és tanárnőnk ajánlott ezt a versenyt, ami végül sikeres is lett. Hát időbelileg ez pár hónap volt, és tényleg sokat készültünk rá. A Bajsai Szűcs Tamás munkája szintén döntős lett, második alkalommal készített tudományos kutatást a konferenciára, mely a további tanulmányait is meghatározza. A digitális erőszak ugye ez egy olyan téma, amely napjainkban nagyon elterjedt, és ugye ezen az úton szeretnék tovább haladni, illetve a megelőzést, tehát ugye az ismeretterjesztést szeretném tovább egy magasabb szintre helyezni. A Topolyai Gimnázium diákjai 12 éve tagjai a kutatódiákok mozgalmának. Nagyon sok emberrel kapcsolatot teremthetnek, nagyon sok olyan diákot ismerhetnek meg, akiknek hasonló az érdeklődési körük, és igazából olyan ajtókat nyit meg ez a tevékenység, amelyek a későbbiek során a pályaválasztásukban részt vehetnek, a jövőképüknek az alakulásában, sőt azt is mondhatnám, hogy ezek nem is ajtók, ezek kapuk igazából. A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának Kárpát-medencei döntőjét március 31-e és április 1-e között tartják meg Székesfehérváron, melyre Vajdaságból 10 pályamunka jutott tovább, melyek közül 4-et a Topolyai Gimnázium diákjai készítettek.